És folytatjuk is a témát, méghozzá arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet a legkönnyebben, leghatásosabban eladni egy autót. Itt van már velünk a stúdióban Kajári Zoltán. Nagy szeretettel köszöntöm. Szeretettel köszöntelek én is, és minden kedves nézőt. Köszönöm a meghívást. Nézzük először talán azt, hogy általában a magyar emberek hogyan szokták eladni az autójukat, mert régen lehetett látni ezeket az A4-es papírokat a szélvédőn és a telefonszámokat. Még az a módszer, vagy azért kereskedőhöz visszük ezeket? Hát ez nagyon változó, ugye már az internetvilágában nem él az a módszer. Annak ellenére láttam már, még én is mindig a mai napig olyan hirdetéseket az autó oldalán, hogy eladó. Szerintem már senki nem foglalkozik ezzel, mindenki az interneten böngész és keres. Mennyi ideig tart átlagosan mondjuk egy autó eladása, mondjuk a hirdetés pillanatától a kulcs átadásáig általában? Hát tulajdonképpen ez attól függ, hogy milyen autót akarunk eladni, ugye? Mennyire keresett az autó? Tegyünk fel egy optimális esetet, hogy keresett az autó, és én szeretném eladni, viszont nagyon sok ember beleesik abba a hibába, hogy annak ellenére, hogy az okostelefonokat használja, és mindenki fotót készít, Instagramon van, Facebookon, hogy mégsem tudja jól lefotózni az autóját. Most a fejemhez kapok, és eszembe jutnak például a lakáshirdetések, igen, hogy ott is milyen szörnyűséges fotókat lehet látni az interneten. Én autókat bevallom, nem szoktam böngészni, de el tudom képzelni, hogy itt milyen hátterek szoktak mondjuk szerepelni az autóknál. Na igen, igen. Ugye elsősorban ugye az autóról a fotó, az a gazdájáról ad egy fotós leírást, hogy milyen gazdája vagyok én az autónak. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy az autót nem takarítják ki. Az az alap, hogy mielőtt én fel akarok adni egy hirdetést, ugyanez igaz az ingatlannál is, feladok egy hirdetést, takarítsa már ki az autót. Ha lefotózom az autót, ha lehet, ne egy düledező pajta előtt fotózzam le, hanem akár menjek el egy tisztásra, vagy egy olyan útra, ahol nincs zavaró környezet, ami nem veszi el az embernek a figyelmét, tehát a fókuszt nem veszi le az autóról. Gondolom, akkor érdemes mondjuk kívülről is esetleg lemosatni azt a bizonyos autót. Milyen szögekben szokták ezt fotózni? Általában talán gondolom körbefotózzák kívül, belül érdemes fotót készíteni. A legjobb, ha körbefotózzák az autót kívül, belül, célszerű először kívülről, utána belülről. Legyen tiszta az autó, ez nagyon-nagyon fontos. A szög szinte azt mondom, hogy mindegy. Mindenkinek megvan a speciális szöge, hogy honnan szereti nézni az autót. Én általában azt szoktam mondani, hogy ha sarkaiból fotózza először az autót előről, hátulról, akkor egy olyan szöget tudunk fotózni, amin szinte minden látszik. Általában azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen 6-8-10 képet érdemes készíteni az autóról, viszont mi úgy döntöttük, hogy ezt a lehetőséget mi korlátlan darabszámú fotóval biztosítjuk, mert ha valaki többet szeretne, akkor ne zárjuk el attól. Igen, pontosan, most megint én a lakáshirdetésekkel, igen, fogom úgy látszik összehasonlítani a témát, de hogy engem például az szokott bosszantani, hogy mondjuk kevés a kép, vagy mondjuk a túl sok kép az általában nem szokott zavaró lenni, de mondjuk az autóknál is gondolom akkor előfordulhat, hogy túl kevés a kép, és valahogy gyanús, hogy az autónak mondjuk a bal oldalát nem látom eléggé. Pontosan, pontosan. Minél több képet készítünk, tehát azt a pár másodpercet nem szabad elspórolni a hirdetés feladásához, mert ugye ez elősegíti az eladást. Tehát ha egy vevőjelölt azt látja, hogy minél szélesebb körben megnézheti HD minőségben az autóról készült fotókat, akkor bizalmat ébreszt a vásárlás iránt is. Nézzük meg az árakat, azt mennyire kezelik reálisan az eladók, mennyire szokták túlárazni, vagy mondjuk alulárazni az autókat? Ez is változó. Vannak olyan eladók, akik úgy gondolják, hogy nagyon alulárazzák, viszont jó az autója. Ez bizalmatlansági tényező. Mert ugye, hogyha alulárazok egy autót, és jó az autó, akkor úgy gondolom, mint vevő, hogy hát az autó biztos, hogy van valami olyan eltitkolt szándék, ami miatt olcsó az autó, de lehet, hogy az eladó csak a gyorsaságot szeretné, de ezzel nem lesz gyorsabb az autó eladása, ezért mindig egy arany középutat, egy optimumot érdemes. Ugyanez igaz, ha túlpozícionálja, mert magyar emberre igaz ez, hogy ha az én autóm volt, az biztos, hogy mindenkinél jobb. És ezért képesek túlárazni az autót. Tehát én mindig azt mondom, hogy meg kell nézni a minimumot, maximumot, és be kell lőni középre. Önök szoktak például korrigálni, hogy megmondják az eladóknak, hogy hát
talán itt egy kicsit túl gondolták ezt a dolgot, mert biztos az önök autója a legjobb, de reálisan azért ez egy pár százezer forinttal mondjuk kevesebbet ér. Mi soha nem szoktunk beleszólni ebbe. Természetesen, ha kikérik a véleményünket, volt már olyan, hogy tegyünk javaslatot, hogy hogyan lehetne az ő autóját, ami tényleg jó autó volt, könnyebben eladni, akkor szoktunk javasolni ilyen dolgokat. Például nagyon fontos az is, hogy az előéletét írja le az eladó, hogy mikor volt a szervíz, milyen javításokat végeztek, ez is egy bizalmi helyzet. Na melyek ezek a, mert ugye a fotózással kezdünk, utána pedig írunk egy leírást az autóról, melyek azok a kulcs szavak, vagy kulcs gondolatok, amire ugye azt mondja az ember, hogy ez egy jó autó lesz, mondjuk a lakásnál mondjuk a csendes utca, jó közlekedés, világos, akkor az az autók világában. Az autók világában legyünk, mindig azt szoktam mondani, legyünk korrektek. Mondjuk meg az igazat. Ha az autóban sok a kilométer, akkor azt ismerjük el. Viszont ha korrekt módon szervizelve volt az autó tisztességesen, és tényleg az előélete is olyan az autónak, akkor azt gyorsan meg fogják venni. Tehát nem kulcs szavakat, inkább én kulcs mondatfordulatokat gondoltam erre, hogy az olajcseréről írjon pár mondatot, a szervizeléséről, akkor egy picit az előéletéről, hogyha volt törve, tényleg írja le, hogy igen volt, de csak mondjuk a sarka, nem az egész elemcsere, mert ettől ugye megijednek az emberek. Ha viszont tudják azt, hogy igen, itt csak ez a rész volt, és érződik a szövegezésen, illetve a fotón, hogy ez egy korrekt eladó, akkor azt az autót gyorsan el lehet adni. Viszont ha vevő nem érzi azt a fajta bizalmat az autó és az eladó iránt, hogy korrekt az eladó, a fotó is fotó nem megfelelő, akkor az autó eladhatatlanná válik kvázi, még akkor is, ha egy népszerű típusról van szó, illetve eladható tényleg nagyon nyomott áron egy másfajta célközönségnek. Mi a helyzet ezekkel a kiskapukkal? Tehát ha mondjuk odaírják, hogy rendszeresen szervizelt autó, karbantartott, nem tudom, olajcsere így, és nem volt törve, és minden stimmel, de mégis miután megtörténik a vásárlás, kiderül, hogy semmi sem volt szinte igaz ezekből a leírásokból, ezt még a vásárlás előtt ki tudjuk deríteni? Ki tudjuk deríteni. Azt szoktuk javasolni, hogy ez természetesen értéktől függ. Tehát egy 1 millió forint alatti, sajnos meghúzom a határt, egy 1 millió forint alatti autónál nem feltétlenül, mert az már korban is ott van, nem feltétlenül szoktuk javasolni, hogy vigye be egy szakszervizbe egy átvizsgálásra. Viszont egy drágább autónál, akár egy több milliós autónál, mondjuk egy másfél-kettő, vagy a feletti értékű autónál szoktuk javasolni, hogy vigye be egy márkaszervizbe, pár tízezer forintért átvizsgálják az autót, és kap egy pontos képet arról a leendő vevő, hogy mit kell költeni erre az autóra, illetve milyen karbantartások voltak elvégezve. Ott már egy alkutárgyát képezi, hogy érdemes azt az autót megvenni, vagy nem érdemes. Tehát most 10-15 ezer forintba szoktak ezek kerülni márka szervizbe. Én nem spórolnám el ezt a költséget. Lehet, hogyha nem jön be az autó, az a pénz bukta, de ha megvesszük az autót és több százezer forintot költünk rá, az sokkal rosszabb. Érdemes tehát akkor tényleg óvatosabbnak lenni. Igen. Mi a helyzet a válogatással? Gondolom az autóvásárlás is egy olyan folyamat, sőt biztos vagyok benne, amit azért az ember nem egyik napról a másikra szokott meghozni. Hosszasan nézegetik az autó eladásos oldalakat az emberek, válogatnak, gyűjtik az információt. A döntést hogyan hozzuk meg, vagy itt mennyire csapjunk le mondjuk egy visszautasíthatatlan ajánlatra? Döntést általában az emberek mostanában egyre jobban emocionális alapon hozzák meg, ami talán érthető is. Hölgyek szín alapján. Hát igen, férfiak meg ilyen, hát szintén ilyen érzelem alapján, hogy melyik az a márka, ami közelebb áll hozzám, kevésbé szól bele a racionalitás, ami talán érthető is. Az egész világ talán erre az emóciós döntési folyamatok felé megy, ami nem baj, de akkor ugye annak megvan az a bizonyos hátránya, hogyha én olyan autót választok, ami nem feltétlenül pénztárcámnak megfelelő, akkor az a probléma lehet. És csak azt tudom mondani, nem baj az emocionális döntés, de nagyon legyünk körültekintőek, és tényleg azt szeretném hangsúlyozni, hogy sokan egy tévhitet eloszlatnék. A magyar ember az egy külföldi autót előtérbe helyez egy magyar országi, magyar futott autóval szemben. Mert hogy külföldön minden jobb, és a magyar kereskedő az
tévhit rossz. Nem rossz a magyar kereskedő, külföldön is vannak trehány gondatlan tulajdonosok, és amit nem veszünk figyelembe autóvásárlásnál, hogy külföldön is az olcsó, az nem feltétlenül jó. Ez úgy, mert külföldön sem hülyék, úgymond az eladók. És ott is sajnos például Németországban is török eladókkal állunk szemben, tehát ott a használt autó kereskedő legtöbbje már török. Én csak azt tudnám mondani és javasolni az embereknek, hogy ne féljenek a magyar autóktól, sőt, és buzdítom is őket arra, hogy egy körültekintő vásárlással sokkal jobb bizniszt tud csinálni egy Magyarországon vásárolt autóval, mint külföldről behozni egy ismeretlen előéletűt. Pedig ez manapság azért nagy divatja van, vagy mondjuk az utóbbi időszakban nagy divatja van mondjuk a külföldről behozott autóknak, de akkor úgy látszik, hogy itt most már racionalizálódott végül is ez a folyamat. Talán kezd, inkább azt mondom, most kezd racionalizálódni a folyamat. Bizonyos értékű autókat, vannak olyanok nagy értékű autók, 10 millió forint feletti autókat, nem mindegyiket kapja meg Magyarországon, de azok még fiatal autók. Azokat azt mondom, nyilván megéri behozni, ha nem talál Magyarországon megfelelőt a számára, de tehát az olcsóbb kategóriában nem feltétlenül javaslom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én nagyon sokat tanultam a beszélgetésben, remélem, hogy a nézők is. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.